Kéményseprőt látok, szerencsét találok. Ugye mindenki ismeri ezt a mondást. Nem véletlen, hogy a kéményseprők nagy társadalmi megbecsülésnek örvendenek, hisz tevékenységük jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy miközben fűtünk vagy éppen meleg vizet használunk, biztonságban érezhetjük magunkat. Nem mindig volt ez így. A házaknak például évszázadokig nem is volt kéményük. A tűzhely füstje a tető nyílásán jutott ki a szabadba, és a felpattanó szikrák miatt gyakoriak voltak a tűzesetek. A kémények megjelenése után is sokáig csak a tetőfedők, illetve az épületek lakói végezték a kéményseprést. Hazánkban a 18. századtól van jelen ez a szakma, amely elismert és fontos szerepet tölt be az élet, tűz és vagyonvédelem, valamint manapság már az energiatakarékosság és levegőtisztaság fenntartásában egyaránt. Olyan kézműves szakmát kerestem, amire mindig lesz igény, és az emberek, amit mindig meg fognak becsülni. Ezt a szakmát, ezt a szakiskolában Főkétűz Kft. Tartott egy toborzást, és ott tetszett meg nekem. És ott jöttem ide a kéményseprőkhöz dolgozni. Sokan azt gondolják, hogy a kéményseprő dolga mindössze annyi, hogy belenéz a kéménybe, és ha kell, akkor kitisztítja azt. Feladata azonban a valóságban sokkal összetettebb, mi több. A tüzeléstechnika rohamos fejlődésével a kéményseprők tevékenysége is hatalmas változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben. A kéményseprő feladata az égéstermék elvezetők ellenőrzése, tisztítása, vizsgálata, tüzeléstechnikai mérések végzése, tervfelülvizsgálati és műszaki kéménytechnikai tanácsadás. Így az ellenőrzéseken túl a kéményseprők végzik a kémények égéstermék elvezetők létesítésével, tüzelőberendezések bekötésével, üzembehelyezésével, átalakításával és vizsgálatával összefüggő kéményseprőipari feladatokat is. Nem olyan köztudott, de a kéményseprőknek számos adminisztrációs feladata is van. Értesítések elhelyezése, az elvégzett munkák dokumentálása és a kapcsolódó nyilvántartások vezetése. Tulajdonképpen egy ilyen hagyományos kéménytisztító eszköz. Ez a golyó, ez súlynak van az elején, hogy lehúzza ugye ezt a apparátot, és ugye kötélen, egy ilyen 30 méteres kötél, engedjük bele a kéménybe ezt a apparátot, és akkor ez tisztítja a kéménynek a belsejét. Bár a kéményseprőkhöz a hiedelem a tolókefét és a kéménygolyót köti leginkább, a tüzeléstechnika fejlődésével az általuk használt szerszámok és műszerek jelentősen változtak. A gázhasználat elterjedésével és a modern, zárt égésterű kondenzációs tüzelőberendezések megjelenésével a hagyományos szerszámokon kívül olyan műszerek használata került előtérbe, mint az égéstermék elemzők, az ipari kéménykamerák, a nyomvonalvizsgáló eszközök, illetve a nyomás tömörség ellenőrző műszerek. A kémény ellenőrzés ma már széles technológiai és műszaki ismereteket követel meg a kéményseprőktől. Ismernie kell a rohamosan fejlődő tüzeléstechnikai rendszereket, szabványokat, egyéb előírásokat és az alkalmazott műszerek működését és használatát. Az egésznapos fizikai munka és legtöbb esetben a gyaloglás kitartást és jó erőlétet kíván. Emellett a balesetek elkerülése érdekében kiváló reflexekre és jó koncentrációs képességekre is szükség van. A szakmában alapkövetelmény a döntési képesség, hiszen a munkájáért felelősséggel tartozó kéményseprők a tetőn csak magukra számíthatnak. Nem utolsó sorban fontos a jó kommunikációs képesség, mivel napi munkájuk során nagyon sok ügyféllel és nagyon sok élethelyzettel találkoznak. Fel kell venni nap egy kontaktot, megérkezünk egy helyszínre, jellemzően egy társházról beszélünk itt a belvárosban, és átlagosan ilyen 30-40 lakás van egy épületben. Nagyon sok esetben, amikor kiérkezünk, akkor nagyon sietnek a lakók ugye munkába, piacra, stb. Mindenki azt szeretné, hogy nála kezdjük ezt a ellenőrzést. Van egy sorrend, hogy hol kell kezdeni. Ezt kell úgy kezelni, hogy tehát normálisan jöjjön le az emberek körében. Türelmesen kell vele beszélni, hogy értsék meg, hogy itt kell kezdeni, ott kell kezdeni. Türelme az, ami nagyon-nagyon fontos itt ebben a szakmában. Illetve szeretni is kell a szakmát, hogy az ember tudja ezt csinálni. A kéményseprő számára az elsődleges baleseti veszélyt a magasban végzett munka jelenti. A kéményseprőnek el kell viselni az időjárás viszontagságait, illetve a felelősségével járó stressz helyzeteket is. A korom irritálja a bőrt és a légzőszerveket, így káros hatású lehet a szervezetre csak úgy, mint a kátrány, illetve a szénmonoxid. Ennek hatásait azonban némi odafigyeléssel és szabadidőben végzett sportolással jelentősen lehet csökkenteni. A kihívás, a szellemi kihívás ebben a szakmában az minden lakóval és minden helyzettel való megbirkózás. Különféle lakóknak különféle kívánalmaik vannak. Magas tetőkre mászunk, meleg padlásokon járunk, és van, amikor télen is a hidegbe ugye mennünk kell, és hóban is munkát végzünk.
mi az embereket mentjük meg a szénmonoxid mérgezéstől, és ezért ha egy embert megmentünk, vagy egy hibát megtalálunk, akkor az a nap végére egy jó érzéssel tölt el minket. A kéményseprőknél a foglalkozás jellegéből adódóan fontos a megfelelő fizikai erőllét, a jó látás és térlátás, illetve a jó egyensúlyérzék. A kar-kéz használata kiemelkedően fontos, így azok épségére különösen ügyelni kell. Így aztán csak az válassza ezt a hivatást, aki nem szédül és elbírja viselni maga alatt a mélységet, hisz a kiváló egyensúlyérzék, biztos mozgás a magasban elengedhetetlen. Kéményseprőnek elsősorban az menjen, aki szereti a változatos, nem irodai munkát, műszaki érdeklő, képes higgadtan is jól dönteni, és persze nem óckodik a magasban végzett tevékenységtől. A kéményseprő hivatást felnőtt képzés során lehet elsajátítani, egy 800-1000 órás elméleti és gyakorlati oktatást is magában foglaló tanfolyam során. Az előtanulmányok során követelmény a 8 osztály elvégzése. Az elméleti oktatás aránya 30%, a gyakorlati foglalkozások pedig 70%-ban töltik ki a képzési időt. Ennek befejeztével kéményseprő szakképesítést igazoló bizonyítványt kap a hallgató. Emellett a munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges. Rokon foglalkozásként a kályha és kandalló építőt tartják számon. Egy kéményseprő bruttó átlagbére 170 és 215 ezer forint között mozog. Ez változhat attól függően, hogy az illető hol dolgozik és mekkora terület tartozik hozzá. Tulajdonképpen idejében lesz 20 éve, hogy itt taposom a kerületben a járdákat. Hát tulajdonképpen nem bántam meg ezt a döntést, hogy annak idején ezt a szakmát választottam. Ha még egyszer kezdeném, akkor ugyanerre a pályára lépnék. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon, készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.